Most pedig televíziónk Vétel körzetébe tartozó további települések híreivel folytatjuk. A Maglódi képviselőtestület április 21-én tartott ülésén több fontos kérdésről is döntöttek. A következő percekben a sajtóreferens tájékoztat a napirenden szerepelt bölcsődei pályázatról, a helyi tűzoltók beszámolójáról, valamint a mezőőri szolgálat bővítéséről is. Április 21-én tartotta soron következő testületi ülését Maglód város önkormányzata. A testület elfogadta a 2016 évi közigazgatási szüneteket. Ez a nyári időszakban július 18-ától 29-ig, a téli időszakban pedig december 27-től január 3-ig fog tartani. A testület egyhangulag elfogadta Monor hivatásos tűzoltóságának 2015 évi beszámolóját, és megköszönte éves munkáját. A tűzoltó parancsnok úr elmondta, hogy beszámolt róla, hogy az átlagosnál kevesebb tűzeset történt, kevesebbszer vonultak ki Maglódra. Ennek nagyon örülünk, és reméljük, hogy ez idén is így marad. Döntés született arról, hogy a gyömrői önkéntes tűzoltóság két maglódi tagját az önkormányzat 400 ezer forinttal fogja támogatni, amit személyi felszerelésre fordíthatnak, és az övék marad ez akkor is, amikor a későbbiekben megalakuló maglódi önkéntes tűzoltók csapatához csatlakoznak és visszajönnek. Az elkészült bölcsődei pályázat benyújtását elfogadta a képviselő testületet, benyújtásra kerül. Szükségessé vált Maglód város területének nagysága miatt a mezőőri feladatok bővítése, így a jelenlegi egy fő által ellátott mezőőri szolgálat két főre bővül. A kitüntető címek átadását előkészítő munkacsoport megalakításáról hozott döntést a testület. A tagok személye még nem végleges, hamarosan össze fog állni a munkacsoport, és beszámolunk róluk. William.